Jászai Joli néni. Hát édesáim, hát ilyen még nem volt. Milyen? Én meg itt a kis kuckóba végignéztem a saját magamat. Hát azt az őrületet, hát megint. Köszöntjük mi önben. Mi az neked bajsod? Kezd meg kinőtt a bajusz, a már Jézus Mária! Hát Sanyikám, hát engem... Hát nem, olyan mókás volt az a felvétel, ott még bajszom volt, elteszed közben ja, feledkezni róla. Isten, mi az? Az élő? Ne. Na most képzeljétek el, hogy... Íjjük le azért, jó? Képzeljétek el, hogy Pécset, engem megölnek az emberek az utcán, hogy a kedves fogadott unokája Friderikus Sanyi. Hát annak ugye parókája van. Parókája? Mondom, az öreganyádnak van parókája. Hát hogy képzelitek? Mi annak sűrű? Megmondtam, megfogom a haját, ha egyszer ott leszek. Na most hadd fogja, de azt ne tedd ide. Tessék, vigyázz, hogy leemelje teljesen. Hát az paróka. Hát persze. Joli néni. Hát édesem, oda vagyok tisztára. De milyen édes, szép csapat az. Szép csapat, ugye? Hát mondtam, te olyan vagy, de Schuster. Hát nem igaz. Hát mindjárt jó képű Schuster. Hogy van az, hogy ti... Hát délben nem volt rajtad az a baj. Hát délben kinőtt dél óta a Schusternek. Mi nem voltam én már ma este. Joli néni, ami már a hajat illeti, a maga hajával is volt valami baj. Valamelyik újságban azt olvastam, hogy megkopasztották. Már bocsánat a kifejezésért. Édes gyerekeim, ez egy szédület. A Kern András, ezt a Stratacellát is tanultam két hétig. Szörnyű egy nép. Két hétig tanultam. Gyerekek, azt nem hiszitek el, amikor bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a filmről. És ruha, 52-es papucs, és hogy milyen kabát, ilyen kórházi nővér, ilyen dolgozó azt nővér. Azt tetszett benne az lenni? Az öreg Borcsa. Most képzeljétek el, uh-huh. Csak megtalál a kernadás, azt mondja, drága Joli néni, egy nagy kérésem van, Andriskám, parancsolj velem. Azt mondja, szeretném, ha levágná a kopaszra a haját. Az enyémet, ezt a 60 szál hajamat, hát hova tetted te ezt a nagy agyadat? Hát mondom, Andris. Hát a vízünk ott azt képzeljétek el, mondom, hát képzeld el, Andriska, hogy én ezt a szegény kis hajamat, hogy állogatom percekig ott a tükör előtt, hogy szegény valahogyan legyen a fejem tetején. Hát beleléptem a 90. évembe. Nem mondja, tényleg? 90 éve? Isten éltesse. Hol láttatok 90. évben, akit a rendezője megkopaszít? Hát ilyen nincs. Joli néni, akkor... ja bocsánat. Pillanat, és hány percem van? Tessék? Hány percem van? Ezt van még ideje. Hát tudnom kell, mert a végén kivágja. A legrendekebb dolgokat kivágja. De milyen édesek még? Joli néni, azért az nekem minden esetre fáj,
hogy együtt kezdtük az országlást, ugye 10-12 évvel ezelőtt, és megtetszik csalni engem. Azért ez nekem nem esik jól. Sokkal megcsallak. Tényleg? Elvisznek. Elvisznek, eljönnek érte. Csak tudjátok, mostanában 4-500 öreghez visznek. Hát mindegyik fiatalabb nálam 20 évvel. Annyira sajnálom őket, olyan megható, folynak a könnyeik. És a kis imáimat, én rengeteget imádkozom, de hát csodálkoztok rajta. Hát az a mindenható Isten én velem csodát tesz. Hát itt állok épp aggyal, épp szemekkel, épp lábbal. Csak ez az éve szörnyű volt, már nagyon sok volt a bánatunk, meg minden, de a minap álmomban a Mennyország kapujába álltam, ezt úgy higgyétek el, ahogy mondom, egy hete körülbelül. És az összes meghalt szerettem, ott nézett rám, és mosolyogva álltak, és én be akarok menni a kapun, és a Pista bátyám, a Vitéz bátyám hangját hallottam. Jali ugom, vissza, vissza, kell lesz még te ott. És én mind a szél megfordultam, és kutóra, kutóra vissza. Hát szerintem meg a baj. Jali néni, miben látja örökös és kitartó sikerének a titkát? Miért van az, hogy ahol előfordulat, mindenütt nevetés, derű és szeretet áran? Hát édesanyikám, te ezt úgyis tudod. Csak azért kérdezed, hogy beszéljünk róla. Én imádom az embereket. Higgyétek el, hogy bárhova bemegyek, üzlet, utca, mindegy. Én szeretem az embereket, és soha nem azt nézem, hogy kinek van 5 elemélye, meg 7 egyeteme, mert én az egyszerű emberek között annyi meleg szívet találtam. Tudjátok, kiknek válaszolok? Rengeteg levelet kapok. Kiknek válaszolok egy héten belül? Akinek hibás, öreg az írása. Aki alig tudja leírni, hogy Joli néni. Hát nem tudom beszélni. Gyönyörű ez az egész, és az én, nekem meleg szívem van, szeretem az embereket, nagyon, és a verseimben is az van, és az imádságaimat imádkozzák este, tudjátok mi ez? Hány imádsága van? Én kis imáimat. Hány imádsága van? Sok. A múltan egyszer egy ilyen 300 öreg csoportnak az imáimat mondtam. Na de ez hogy van, hogy fölhívják önét, és akkor mindenféle, nem tudom, szociális otthonba, öregek otthonába, klubokba viszik? Persze, ilyen öregeknél azt mondja, apamútor, hogy Joli néni drága, hát mit adjunk? Mondom, ezektől nem megyetek pénzt kérni, mert megöllek benneteket. Hát hogy képzelitek? Én adok inkább mindenkinek 10 forintot, mondtam. Ilyen helyen... Ez ránk is vonatkozik? Tessék? Ez ránk is vonatkozik? Nem, mondom, te pénzes ember vagy, meg is. Hogy képzeljük? Tetszüljel, várom a menő. Réptalak, az út mellett van egy kápolna, 1200-ban épült, és ezt lerombolták már tatárok, törökök, kommunisták, németek, amit akartok, és most újra fölépült az én Katalin barátnőm, aki ezt Floridából egy hete hozta, ezt a kis gyöngyöt. De szép, fölnyed, nagyon szép. Ugye? Hogy aztán igaz gyöngy, azt ki tudja. És... És azt mondja, és ott ezt a gyönyörű kis kápolnát, ami újra fölépült, a barátnőm vitte a sok mindent oda, oltár, terítőket, csak nagy szüdanyaszobrot. És azt mondja nekem a tisztelendő úrot, 2000 ember megjött, a fübe ültek, azt mondja a tisztelendő úr, Joli néni drága, szíveskedjék odajönni az oltár elé, és egy imát elmondani, vagy amit tetszik. Mondom, én nem való vagyok az oltár elé, drága a kis tisztelendő úr. Azt mondja, jobban, mint én. Gondoltam, valami kis bűnelé játszik. Oda álltam. Mit nevettem? Oda álltam az oltár elé, édesanyám. Azt a gyönyörűt, ahogy az a 2000 ember ült a fübe. És mondtam nekik, hogy drágáim, én a hajnalban írtam ezt a pár kis sort, most akkor ezt nektek elmondom. A gyönyörű kis kápolna, ami 5 méterre van az úttól, leállt minden, rendőrök viáztak a csendre, meg a ügyelet volt. Vándor ki erre jársz, tudom egy percre itt megállsz, lelkedben a hűség fölragyog, és ott bent fénylenek a csillagok. Hűség és szeretet,
örök égi izenetek. A hűség boldogít, de a szeretet üdvözít. Köszönjük szépen! Játsza Jori néni! Majd, hogyha játszol Jori néni százesztendős, akkor pakuljatok össze jó sok ennivalót, és gyertek a pécsi torony alá, Vörösbolt a Mikloskám hoz a szőlőjiből, aztán a két primás, a Gyuri meg a Józsika, azt én viszem. Gyertek minden, meg vagytok hívva!